Köszönhetem a stúdióban Burbella Gergely atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindrukjan. Gergely atyának csak a magyar hívek, magyar barátok hívják az atyát, hiszen nem Magyarországon, Lengyelországban született. Az igaz. Elsősorban üdvözlöm a katolikus TV nézőket. Igen, valóban születem Lengyelországon, Sziléziában. Az anyanyelvem, az én nevem Grzegorz, de amikor jöttem Magyarországra, amikor kérdeztek tőlem, hogyan engem megszólítják, akkor ezt mondtam, hogy lehet is Gergely, és a mai napig a Bicskei plébányán, ahol most vagyok, a testvérek úgy szólítják engem Gergely atya. Lengyelországban a kommunizmus idején is például lehetett látni, vagy gyerekként talán az atya láthatott papokat, szerzeteseket, habitusban, ugye a szerzeteseneket nem oszlatták föl. Vajon mennyire lehetett hatással az atyára az, hogy találkozott papokkal, és végül is abban a döntésben, hogy a papi hivatást választotta? Igen, valóban a diktatúra a kommunizmus idejében úgy volt, hogy szerzetes rendeken nem osztották föl. Mit jelent nekem? Hát óriási bátorságot az első, mert láttam, hogy az utcákon, a templomokban emberek bátrabban mentek a templomban. Nem kellett annyira félni, hogy megkeresztelünk a gyerekeket. Persze voltak is következmények, különböző zsarolások is, stb. A diktatúra felülről, de az, ami a legfontosabb, hogy bátorságot, és az, hogy a templom, az egyház, ez a hely, ahol menekülni tudunk oda, szóval menekülés helye, szóval bármi van. Főleg akkor, amikor jut az idő, a küzdelem, a függetlenségért 80-as években, utána 90-es években, ugye ez elején, ez volt egy ilyen jelkép, hogy a templom, az egyház, a fényes hegy, ez a pillanat, amikor ezen az úton tudunk tovább. Attól álljunk az igazi szabadságán a nemzetünknek. Gyermekként sokszor gyakran találkozott papokkal, atyákkal? Igen, az én legidősebb bátyám Verbita volt, szerzetes, négyen voltunk, én a legkisebb gyerek vagyok a családból. Akkor is találkoztam hát vele, mert a legidősebb bátyám volt, de másokkal, főleg a kapucinos szerzetesekkel is találkoztam Lengyelországban. Szóval ezeket az élmények a mai napig is vannak bennem. Szóval ahogyan mondtam, ez a bátorság, ez volt a legfontosabb szó. És azt, hogy kell megvalani a hitet, szóval nem kell annyira félni, szóval ez a két dolog bennem marad is. Az atya színésznek is készült, és aztán az orvosi pályát is megfontolta, hogy esetleg arra a pályát, azt a pályát választja, és végül a papi hivatás lett a kiválasztott pálya. Hogyan, miért? Hát a Jóisten különböző vezet, én mindig akartam az emberekkel dolgozni, vagy emberekkel lenni, és ez volt bennem vágy, hogy valahogyan is bennem erősen volt, hogy nem Lengyelországban is, máshova. Azért ez a két pálya valamilyen szinten közel állt hozzám egy ideig, de aztán ez a döntés született, hogy a szívemben erősebb éreztem az Isten hangját, ami sokkal erősebb lett, mint bármi más, és ez a döntés hoztam, és ebben találtam saját boldogságot, szabadságát, és a mai napig élek, hogy ez a jó döntés volt. És miért pont a Verbita rendet választott? Ahogyan mondtam, ez a bennem vágy, hogy szeretem a lengyel nemzetemet, ezt szeretem a országomat, de éreztem, hogy nem a lengyelek között szerettem volna dolgozni, szolgálni, evangéliumot hirdetni, és azért ez a döntés született, mert a Verbita rendnek ez a karizmája, hogy elsősorban más népek között hirdeti az evangéliumot. És amikor megtudta, hogy a szolgálat majd ide Magyarországra szólítja az atyát, akkor ennek örült? Mit szólt ehhez? Hát ez volt nekem kicsit megdöbbentő, de én nyitott voltam, bárhova engem általános főnök fog küldeni, szóval volt bennem egy ilyen nyitottság, én is szoktunk írni ilyen három helyet, ahova minket küldenek. Én az első helyen írtam oda, hova megyek, ahova engem küldenek. És amikor rengeteg országot vettem figyelembe, Magyarországon nem gondoltam. És amikor ezt megkaptam, meglepetés, de teljes szívvel elfogadtam, és az is megvalósult, amikor ide jöttem, hogy ez a jó döntés volt. Miért?
miről jutott is? Hát amikor ide érkeztem, első pillanatokból én nem ismertem magyar történelmet annyira. Elkezdtem akkor tanulni. Akkor elkezdtem látni, hogy ez a magyar-lengyel barátság valamilyen szinten nagyon erős. Néztem a történelmet, ez történelmi pontokat, az egyszerű nép, ami mindig egymás mellett döntött. És ez volt bennem annyira erős, amikor jöttem első napokban, 2000-ben, mert akkor jöttem, pár lokásba bementem a magyar testvéreknek, és mit is láttam, a fényes hegyi Szűz Mária, Fekete Madonna. Szóval láttam, hogy ez a közös gyökerek nagyon erősek, és a mai napok tudom, hogy ez a döntés, amikor ide jöttem, ez jó döntés volt. Ha valami igazán összeköti a két nemzetet, két népet, mondjuk a közös szentek, akkor azok biztosan azok, a közös szentjeink. Igen, szóval az, amit tudok mondani, hát nem fogunk most emlegetni minden, ami összeköd minket, mert sok-sok dolog köd minket össze. Vannak is különböző más vélemények, különböző témákban, de legtöbbször vannak dolog, amelyek összekötnek minket, azt szeretnék hangsúlyozni. És az a nagyon fontos, hogy első Lajos király, az lánya Hedvig, aki Magyarország, Lengyelország királynő, Lajos magyar és lengyel, szóval szent, és éveken át, amikor 39-ben is ide fogadták a lengyel, menekültek a magyar nép. No, szóval rengeteg olyan pont van a történelemben, amikor bármilyen politikai erők voltak, a egyszerű nép mindig egymás mellett álló egy hídben. Csíksomjai Szűz Mária és Fényeshegyi Szűz Mária valahogyan összehozták minket a mai napig is. Itt nálunk a televízió életében most márciusban Eszterházy, istenszolgáját Eszterházy János személye kiemelt szerepet kap, és hát neki is van egy lengyel vonatkozása, hiszen édesanyja volt lengyel származású, és édesapja pedig magyar. Igen, valóban az a következő személy, aki összehoz minket, mindegy hívő, mindegy politikus, és minden szempontból, aki szenvedett a hitű írt. És szóval az ő személy, ez egy ilyen is olyan pillanatom, amikor tudom látni, hogy valóban ebben az Európában nekünk nagyon fontos szerepünk van. Elsősorban megerősíteni egymás a hitben és szeretetben, és a gyerekeknek azt továbbadni. Ma reggel voltam az iskolában, Bicskin, mert nálunk van egy iskolánk is, katolikus iskola, és ezt is már reggel a gyerekekkel is elkezdtem velük beszélgetni, mennyire fontos a magyar-lengyel barátságnak. Nagyböjtben az atya milyen, mondjuk, önmegtartóztató gyakorlatokkal él a mindennapokban, és hogyan buzdítja mondjuk a híveket arra, hogy nagybőjtben igyekezzenek a bűnbánatra, vagy ennek a lelki üzenetére jobban koncentrálni. Na ez nagyon fontos, hogy a nagybőjtben legelsősorban az, hogy a bőjt az jelenti, hogy szeretetből teszem valamit másokért. Szóval nem elsősorban az a fektetünk az erőt, hogy ez a fogyókúra legyen, de az elsősorban én valamit lemondom valaki ért. És a mai világban szerintem a magyar barátságért is, vagy a most Ukrajnában való háborúért lesz nekünk is keresztutat ebben a szándék is tartunk. Szóval nagyon fontos meghívás, hogy az ember tudja röviden a saját kényelemből kimenni, hogy tegyen valami áldozott másokért, és ez egy ilyen meghívás mindenkinek számára, minden nap. Burbella Gergely atya, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Isten áldjon Önöket.